Magyarország az elmúlt években bebizonyította, hogy az embercsempészek által irányított illegális migrációt meg tudta állítani. Ez számos európai és Európán kívüli ország számára is példaként szolgált és nagy elismerést szerzett. Erről beszélt Bakondi György itt az M1-en. A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója Orbán Viktor tusnádfürdői beszédek kapcsán azt mondta, hogy az elkövetkező évek nagy kérdése az lesz, hogy a nemzetállamok a szuverenitás győzedelmeskedik-e Európában, vagy pedig az úgynevezett Európai Egyesült Államok víziója. Néhány héttel ezelőtt egy újabb belső schengeni határon kellett megerősíteni az ellenőrzést a bevándorlás miatt. A szlovén-olasz határon már közösen járőröznek a két ország rendőrei. A közúti átkelőknél minden autót megállítanak, megnézik az áthaladók okmányait és a csomagtartóba is benéznek. A hatóságok azért döntöttek a szigorításról, mert az utóbbi időben jelentősen megnőtt az illegális határsértők száma. Idén Bosznia-Hercegovinában már 10 000-nél is több migráns érkezett, akik mindenáron tovább akarnak jutni nyugatra. Magyarország déli határszakaszán 2015. októbere óta folyamatosan járőröznek a rendőrök és a katonák. Az a feladatuk, hogy megakadályozzák az illegális migránsok bejutását az országba. Ezt a célt szolgálja a teljes déli határon húzódó kerítés is. 2017. áprilisa óta dupla határzár védi a szerb szakaszt. A több mint 3 méter magas, helyenként NATO dróttal megerősített kerítés mellett kamera és jelzőrendszert, valamint új megfigyelő állomásokat is építettek. Ma a magyar nemzet birtokában van azoknak a politikai, gazdasági és hamarosan birtokában lesz azoknak a fizikai képességeknek, amellyel meg tudja magát védeni, és amelynek segítségével független tud maradni. Orbán Viktor miniszterelnök szombaton a Báványosi Nyári Szabad Egyetem és Diáktábor rendezvényén arról beszélt, Magyarország ma biztató pályán van. Azonban mindezt külső veszélyek fenyegetik, amelyeket el kell hárítani. Magyarország az elmúlt években bebizonyította, hogy a migrációs, a jogellenes, illegális migrációt, embercsempészek által támogatott migrációt meg tudta állítani. Számos európai és Európán kívüli ország számára is példaként szolgált és elismertséget szerzett Magyarország azzal, hogy megállította az illegális migrációt, mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója vasárnap az M1-en. Bakondi György Orbán Viktor tusnádfürdői beszéde kapcsán azt mondta, az elkövetkező évek nagy kérdése az lesz, hogy a nemzetállamok a szuverenitás győzedelmeskedik-e Európában, vagy pedig az úgynevezett Európai Egyesült Államok víziója. Azt hiszem, hogy egy nagyon fontos kérdés merül fel, a szuverenitás, az egyenrangú nemzetállamok, mint az európai jövő, akik összefognak a jólét és a biztonság és a lakosság védelme és javuló életfeltételei érdekében, avagy pedig a mások által szorgalmazott szuperhatalom, a Európai Egyesült Államok víziója. Ez a kettő valóban az elkövetkező évek nagy kérdése lesz. Bakondi György hozzátette, reméli, hogy amikor az Európai Unió új vezetése áttekinti az elmúlt 5 év történéseit, akkor szembesül azzal, hogy a Jean-Claude Juncker vezette bizottság rosszul kezelte a migrációval összefüggő biztonsági kérdéseket.